Sziasztok, köszöntelek benneteket a Blondi konyhájában. Ma egy marhasült receptet hoztam el nektek, és ezt fogom elkészíteni. Ehhez felhasználok 60 dekányi marha lapockát, egy nagyon kevés kenyérszalonnát, egy vörös hagymát, pár gereszt fokhagymát, fekete borsot, sót. A marhasült receptjéhez használok még csontlevest, húsleves, csontleves ugyanúgy megfelelő, én tegnap ezt főztem, úgyhogy ennek a levét fogom felhasználni. A titka ennek a ételnek, hogy mindenképpen párolni kell, és nem magas hőfokon sütni. Tehát a párolás alatt, azzal, hogy ezt a levet ráöntjük, azzal fog tudni jól puhulni a hús. Az első feladatunk, hogy felhevítsük a serpenyőnket, ami lehetőleg jó vastag falu legyen. Amíg ez a folyamat tart, addig a hús szeleteket borssal, sóval fogom szórni. A serpenyő kellőképpen felforrósodott, úgyhogy rádobtam a szalonnát, és hozzá fogom adni a felszeletelt vörös hagymát is. Fokhagymákat egyelőre félretettem. Mindkét oldalát átsütöm a hús szeleteknek. Húst, hogyha kiegesítettük, akkor utána rá lehet dobni a sült szalonnát és a hagymát is. És ahogy mondtam, a levesnek a levével meglocsolom a húst. A sütőt ugye előmelegítettük. Én fóliával letakarom a tálat. És legalább egy olyan 60-70 percig pároljuk az ételt, tehát nem magas hőfokon, kb. 150 fokon, légkeveréses üzemmódban. A sült marhahús szeletek elkészültek, lehet hozzá készíteni különféle szószt, egyik lehetséges változata, hogy kiemeljük a tálból a hús szeleteket, és ezzel a lével, egy kevés mustárral, fekete borssal, sóval, majoránnával, illetve főtt répával, főtt gyökérrel összeturmixoljuk, adunk hozzá egy kevés mustárt, akár mehet bele egy pici ketchup is, illetve egy kevés tejföl is. Ezt összeturmixoljuk, és akkor ezt lehet ráönteni a húsira. Remélem, hogy tetszett neked a videóm, hogyha igen, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, hamarosan újabb videóval készülök nektek. Legyen szép napotok, sziasztok!